2023. október 25-én tartották az Egri Főegyházmegye iskolai lelkipásztorainak szokásos őszi értekezletét az Egri szemináriumban. Lóci Tamás az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke köszöntőjében emlékeztetett arra, hogy két héttel ezelőtt az intézményvezetőkkel tartottak találkozót, amelyen a szakmai kérdések mellett lelki programokat is tartottak. Lóci Tamás elmondta, a jogszabályokban nincs rögzítve az iskola lelkész fogalma, azonban mégis nagy szerepük van a katolikus intézmények életében. A lelkipásztorok személyes jelenléte és részvétele a tanévnyitó értekezleten, a tanév menetének kialakításakor és az iskolai rendezvényeken a legfontosabb. A program a megjelent lelkipásztorok hozzászólására is lehetőséget adó pódiumbeszélgetéssel folytatódott, amelynek fókuszában a hátrányos helyzetű tanulókkal és az iskolai tehetséggondozással összefüggő kérdések álltak. A beszélgetésen Lóci Tamás, Kocska Ágnes, az Ózdi Szent II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgatója, dr. Németh Zoltánné egyházmegyei szakreferens, Köböl Zsolt osztályvezető helyettes és dr. Németh Zoltán osztályvezető vettek részt. A pódium beszélgetést az intézmények lelkipásztoraival folytatott konzultáció követte. Végül Ternyák Csaba érsek megköszönte a találkozót szervezők és előadók munkáját, az intézmények lelkipásztorainak pedig azt, hogy számos feladatuk között fontosnak tartották, hogy eljöjjenek a találkozóra, és azt, hogy aktívan részt vesznek intézményeik életében.